Nyolc gólos győzelmet aratott a székelyudvarhelyi kézilabdaklub az ukrán Zaporizsja ellen. Az ukrán bajnokságot vezető csapat 26-18 arányban maradt alul, és a vasárnapi Challenge kupa visszavágóján minimális eséllyel lép pályára Székelyudvarhelyen. A Sepsiszik nyerte a női kosárlabda Románia kupát. A Sepsiszentgyörgyi csapat története második kupa győzelmét aratta a 2008-as kolozsvári diadal után. Remek hangulatban zajlott a Románia Kupa 4-es döntője Háromszéken. A zöldfehérek pénteken este hosszabbításban győzték le Aradot, majd a szombati döntőben 61-54-re nyertek Gyulafehérvár ellen. Hogy mi a siker titka, azt a Sepsiszik edzője foglalja össze. Nem hiszem, hogy bármilyen különleges titok állna a siker mögött. Inkább több órás kemény munka és odaadás, amit a játékosok elfogadtak. A játékosok, akik mindezt csapatként hozzák össze, és a szószoros értelmében kiválóak. A közönség pedig remek hangulatot teremtett, és ez a játékosok számára is felejthetetlen élményt nyújtott. A hangulat ezen a hétvégén fantasztikus volt. Nem számítottunk ilyen sok emberre, és úgy értettem, hogy 1500-an voltak, ami lenyűgöző. Én Romániában ennyire telt sportcsarnokot és ilyen hangulatot még nem láttam. A sepsiszentgyörgyi kosárlabda számára ez a kupagyőzelem egy hatalmas eredmény. Óriási eredmény, és egy óriási élmény. Úgy gondolom, hogy mind a város, mind a megye, mind Székelyföld, de szükebb értelemben a Szentgyörgyi csapat, illetve ez az 1500 néző nem csalódott, nem bánta meg, hogy eljött. A Románia Kupa 4-es döntője mellett Sepsiszentgyörgy volt a házigazdája a női All-Star gálának is. Zsinórban a 6. győzelmét szerezte meg a Maros kosárlabdaklub. A kékfehérek simán nyertek a temesvári Timba ellen, és bebiztosították helyüket a rájátszásban. Az első negyedben még egyenlő ellenfele volt a temesvári Timba csapata a Maros kosárlabdaklubnak, de a Tigrisek fokozatosan elhúztak ellenfelüktől, és 113-82 arányban nyertek. A mérkőzés könnyű volt, a végén, és nem az elején. Álmosan kezdtünk, és nem könnyű úgy játszani, mikor mindenki azt csinál, amit akar. Jó, hogy a végére sikerült előnyt szereznünk. Lehetőséget kapott minden hazai játékos, így perceken át Poják László, Lázár László, Barabási Csongor, Adrián Opreá és Köpusán is pályán volt. Az együttes legfiatalabb tagja 3 ponttal járult hozzá csapata győzelméhez. Nekem minden perc, amit megadnak, sokat jelent, mivel még fiatal vagyok, és szeretnék bizonyítani az edzőknek is, hogy több bizalmat kapjak, és ez sokat jelentett nekem, úgy mint játékos, meg mint személy is. A Maros kosárlabdaklub jelenleg a 4. helyen áll, a bajnokságot továbbra is Ployest vezeti.